Lukács Renáta vagyok, 26 éves már november 5-e óta, és egyértelműen csak azért jelentkeztem, hogy megnyerjem. Nyilván ebből szeretném, ha profitálhatnék, mert ugye színésznő vagyok, csak az álmaim, hát valljuk be, még nem teljesültek be. Hogyha én nem tudnám azt, hogy tudom a szakmámat, akkor valószínűleg már feladtam volna, mert van annyi önkritikám. Tehát nem tudom, hogy hogy lehet Magyarországon befutni, és úgy gondoltam, hogy mivel már 26 éves vagyok, és nagyjából hát nem ismeri az arcomat az ország, most már kell valami. Én azt gondolom, hogy nagyon sokat fog nekem az segíteni bizonyos helyzetekben, hogy tudok játszani. Tehát, hogy úgymond el tudok valamit anélkül játszani, vagy tudok anélkül valamit mutatni, hogy ezt tényleg átélném. Tehát, hogy akkor nem tudom, így elgondolom, hogy ez meg az a szereplő lenne. Nekem ez a való világban, vagyis hát odakint is nagyon sokat szokott segíteni. Hubertnek hívják egészen pontosan. A 19. szülinapomra kaptam a nagyszüleimtől. Ő mindig mindenhova velem jön, tehát tényleg Európát már bejárta velem, mindig ott volt, tehát örök lelkitárs. A másik pedig Antorbi, életem, tessékem legyen, ez volt az akaratom. Elindulásom előtt azért drága szerelmem, ezt a kezembe nyomta, majd megírta nekem ezeket a szép kis feliratokat. Te mondom, az miért gondolod, hogy ezt kéne bevinnem? Hát ő ezt találta ki. Azt tudni kell, hogy nekem az egész életemben a legfontosabb a testvérem, anyukám, nagypapám, nagymamám, anyunak a férje és a Norbi, aki a vőlegényem. Ő elég féltékeny és realista ember. Tehát például én azon sem lepődnék meg, ha ő mondjuk egy érintést, hogy én megfogom a válladat, ő azt már másképp értelmezne. Én csak ettől félek, hogy ő tudja ezt a helyén kezelni. Tehát alapból nekem nem jelent gondot az embereknek a közelsége fizikailag sem. Tehát én ettől nem jövök zavarba, nekem az nem kényelmetlen. Ez vagyok én, viszont számára egy közelség, ami mondjuk már az aurámba belépett férfit jelent, akkor az már félek, hogy számára az mást fog jelenteni, mint nekem. Én most megmondom, és tudom, hogy már sokan mondták, és nem úgy lett, de 100%, hogy én odabent, ha eldöntök valamit, az úgy van, én nem fogok ott mással semmi olyat csinálni, ami valósan adhatok ott arra, hogy ő féltékeny legyen. És a többi már csak tényleg abban reménykedem, hogy ő ismer engem, és ő ezt tudja, hogy ez így lesz. Az, hogy nekem tetszenek férfiak, az egy valós dolog. Tehát például mindig a vízilabda válogatottat hozom példának, még az aténi olimpiai bajnokokat, tehát én a mai napig, ha meglátom őket a tévében, szerelembe tudok esni. Tehát az a helyzet, hogy én nem vak vagyok, én csak eldöntöttem, hogy én férjhez megyek valakihez, aki tudom, hogy aki tényleg az életem, és tudom, hogy vele tudnám leélni azt, de ettől függetlenül nekem tetszhetnek meg férfiak, csak nem történik semmi. Minden körülmények között kell lenni ilyen államlegyezőnek, mert néha tényleg, tehát az RTL-ben és a stúdióban mindenhol elfogy a levegő egy idő után, és akkor én rosszul vagyok. Tehát azt tudni kell, hogy én nagyon könnyen ájuldozom, és ez biztosítja a levegőt számomra, úgyhogy ennek azért ott kell lenni ilyen állam. Én nem vagyok szégyellős, akár én fürdőruha nélkül is zuhanyozhatnék, de az a baj, hogy tehát nekem ilyen tervek, ilyen lépcsőfokok vannak, és én azt gondolom, hogy nem kell mindent megmutatnom a villába, így megvan az esélyem arra, hogyha kijövök, akkor valaki jó pénzt fog azért fizetni, hogy engem fürdőruha nélkül lásson. Itt van velem szembe egy tényleg most full idióta. Én vele is elbeszélgetek, és emberszámba veszem őt. Tehát, hogy én tényleg, akkor majd biztos lesz valami, amit úgy, na akkor beszélgessünk, ha más nem, hogy éppen milyen cigit szívsz, hú, de jó. Én azt gondolom, hogy mi egy jó anyagi körülmények között élünk, tehát minden nap van mit enni, befizetjük a számlákat, de az ilyen dolgokra, hogy nyaralás, vagy ha elromlik valami, akkor oda igenis össze kell gyűjteni a pénzt. És az a helyzet, hogy én azt gondolom, hogy mivel egyszer élünk ezen a földön, de tényleg mindenki egyszer él, az nehogy már luxus legyen, hogy én a nagyszüleimet elvigyem életükbe egyszer repülővel a tengerpartra. Valljuk be, tehát havi 1 millió forint, én abból év végére simán egy 7 milliót félre tudnék rakni, és 7 millió forintból vidéken, mert hogy nekem csak az elképzelhető, hogy vidéken lakjak, egészen pontosan Kápolásnyéken vagy Martonvásárban szeretnék, ott tudok majd venni egy házat.